Sziasztok! Ez a Szelepult a sárkánysuli videósorozat 9. epizódja Kézsi Nóros sárkányozásról kezdőknek. Ahogy mindig is hangoztattam, a repülés magas iskoláját nem itt fogod megtanulni. De ha kezdő vagy, akkor jó helyen jársz. Ha viszont megnézted az összes eddigi adást és a gyakorlatba is átültetted, amit azokból tanultál, akkor készen állsz a magas iskolára. Én már csak arról szeretnék beszélni, hogy hogyan válasszál magadnak sárkányt. A célod a sárkányvásárlásnál valószínűleg az, hogy megtaláld azt az optimumot, ahol még nem költesz el túl sokat, de már egy kellően jó sárkányt szerezhetsz be. Gondoljuk tehát át, hogy mitől függ egy sárkánynak az ára. Először és elsősorban ott vannak a felhasznált anyagok. Habár egy pár bambuszpálcából és egy darab selyempapírból is nagyon izgalmas sárkányt lehet építeni, egy modern kétzsinóros kormányozható sárkány high-tech anyagokból készül, és ezeknek áruk van. A vitorla anyaga műszálas ripstop szövet. A ripstopot magyarul hivatalosan hasadásgátlónak nevezik, és ez azt jelenti, hogy szabott időközönként egy pár erősebb szál kerül a szövetbe. Így a textil összességében nagyon könnyű, mégis formatartó, és ha valahol megsérül, akkor sem szakad tovább könnyen. Ilyen anyagokkal nagyon sok felé találkozhatunk, a ruházattól kezdve a sátrakig. A sárkányokhoz való anyagok legközelebbi rokonai pedig a vitorlázáshoz és ejtőernyőzéshez használt szövetek. Kormányozható sárkányhoz általában poliészter ripstopot használnak, ami egyik vagy mindkét oldalán még bevonattal is el van látva, amitől még ellenállóbb lesz, és szinte nullára csökken a légáteresztése. A tömegesen gyártott sárkányokhoz olcsóbb, vastagabb szövetet használnak. A profi darabok pedig szinte kivétel nélkül az Icarex márka nevű high-end poliészter ripstopból készülnek, aminek mindössze 36 g körül van a súlya négyzetméterenként, az ára pedig körülbelül duplája az olcsóbb poliészter szövetnek. A sárkány rudazata műgyantával összetartott üvegszálból vagy szénszálból készül, és tartalmazhat tömör rudakat, valamint üreges csöveket. Azonos átmérő mellett egy cső értelemszerűen könnyebb és sérülékenyebb egy tömör rudnál. A szénszál, amit tudálékosan karbonszálnak is szoktak nevezni, az üvegszálnál könnyebb, merevebb, törékenyebb és jóval drágább. A vékonyabb üvegszálas pálcákat kívülről még egy tekercselt réteggel is elláthatják, ami az ár, a súly és az átmérő nagyon csekély növekedéséért cserébe törésállóbbá teszi a rudat. A szénszálas rudak és csövek alapesetben húzott, szakkifejezéssel ultrudált kivitelben készülnek, ami azt jelenti, hogy az elem hosszában futnak a szénszálak. Ennél jóval drágábbak a tekercselt szénszálas csövek, ahol a szálak spirálban futnak végig a csőanyagán. Ezek sokkal törésállóbbak a húzott csöveknél, és a tekercseléses gyártás lehetővé teszi, hogy a csövet kúpos, tudálékosan kónuszos formára készítsék, tehát hogy legyen egy vékonyabb és hajlékonyabb vége, meg egy vastagabb és merevebb eleje. A legolcsóbb sárkányok váza általában csak tömör üvegszálas rudakból készül. Ezek jól bírják a mostoha bánásmódot. Még a nagysebességű talajmintavételtől sem szoktak megsértődni. Viszont nehezek. Tehát a sárkány csak erősebb szélben fog tudni repülni, azon kívül az üvegszál hajlékonysága miatt a kormányzás nagymatagabb lesz. A drágább sárkányokon a rudazat egyre nagyobb része készül szénszálas csőből, esetleg hibrid anyagból, ahol egy üvegszálas rud van egy szénszálas cső belsejébe illesztve. A profi sárkányok pedig ultra könnyű high-end szénszálas csöveket használnak, egyes helyeken tekercselt kivitelben, üvegszálat pedig legfeljebb a nagy rugalmasságot igénylő stand-off-oknál. Az ilyen váz simán belekerül 8-10-szer annyiba, mint egy azonos méretű olcsó váz, és ráadásul sokkal kevésbé bírja a strapát, viszont messze könnyebb és jobb repülési tulajdonságokkal rendelkezik. Ami a zsinort illeti, már a legutóbbi adásban is elmondtam, hogy a legolcsóbb sárkányokhoz karikára tekert, sodrással gyártott gagyi zsinórokat kapsz, amiket jobb elfelejteni. A középkategóriás sárkányok általában ready to fly, vagyis repüléskész kiszerelésben vásárolhatóak,
ami azt jelenti, hogy a gyártó mellé kell hozzájuk egy tisztességes minőségű zsinórszettet is. A csúcs kategóriában viszont alapfeltételezés az, hogy a vásárló gyakorlott pilóta, aki majd eldönti, hogy milyen zsinórt akar használni. Ezért a legjobb sárkányok eleve is magas ára nem tartalmazza a zsinórt. A sárkány árát meghatározó másik fontos tényező az, hogy ki készíti. A legolcsóbb tömegsárkányokat játékgyártók és univerzális búvligyártók termelik 10 000 számra a távol keleten a lehető legolcsóbb anyagokból. A termék leírás esetleg fűtfát ígér róla. A minap olvastam a neten egy ilyen sárkányról egy magyar viszonteladói honlapon, hogy nagyon minőséges és csodálatos a repülési jellemzőkkel rendelkezik. Valójában az ilyesmi régi és átgondolatlan tervek alapján készül, majd különösebb minőségellenőrzés nélkül kikerül a piacra, te pedig megveszed, és innentől nincs semmiféle terméktámogatás. Ezeket a sárkányokat 10-20 euróért hazaviheted, aztán csak akkor nem növöd ki hamar, ha már előbb kidobtad a fenébe, mert annyira eleged lett belőle. Ezek után talán már sejted, mit fogok most mondani. Sárkányt a sárkányboltból. Olcsó húsnak híg a leve. Kétszer vesz ki, olcsón vesz. És a kormányozható sárkány nem gyerekjáték, hanem sporteszköz. Van néhány nagyobb cég, akiknek a fő vagy kizárólagos profiljuk a sárkánygyártás. Általában ők is a távol keleten gyártatnak, de képzettebb munkaerővel, jobb alapanyagokból és gondot fordítva a minőségellenőrzésre, valamint a termékfejlesztésre és a modellek tesztelésére is. Ráadásul tőlük vásárolva terméktámogatásra is számíthatsz. Ha gondod van a sárkánnyal, jó eséllyel van egy hozzáértő ügyfélszolgálat, aki tanácsot tud adni. Ha pedig eltörted valamelyik darabját, sokszor lehet pótalkatrészt rendelni. A sárkánygyártó cégekkel kapcsolatban arra is érdemes még gondolni, hogy ha Európában élve amerikai gyártótól vásárolsz, akkor a sárkányod fogyasztói árában már benne van a vám és a szállítási költség is. Európai cégtől tehát ugyanazért a végfelhasználói árért valószínűleg jobb sárkányt kaphatsz. A commerce gyártású belépőszintű modellek ára 30-60 euró körül mozog. A 80-120 euró sárkategóriában már haladó modelleket, általában úgynevezett all-round sárkányokat kaphatsz, vagyis olyanokat, amelyek mindenféle repülési stílushoz mérsékelten alkalmasak, ugyanakkor strapabíróak. Ha mélyebben a zsebedben nyúlva 150-250 eurót is kész vagy kicsengetni, akkor beszerezheted a sorozatgyártott csúcsmodellek valamelyikét, amit kifejezetten akrobatikus repülésre optimalizáltak. Vannak aztán kicsi, akár egyszemélyes sárkányépítő műhelyek. Ők gondosan fejlesztett tervek alapján egyedi vagy kis szériás darabokat készítenek, többnyire csúcsminőségű alapanyagokból. Értelemszerűen az ő munkájuk a legdrágább, nagyjából a commerce csúcsmodellek szintjén kezdődik, és a határa csillagoség. Viszont esetleg kisebb árréssel dolgoznak, mint a nagyobb cégek, és kevesebb viszonteladón keresztül jut el hozzád a termékük. A kézműves sárkányokhoz általában nem lehet kézpótalkatrészt rendelni, hiszen abból indulnak ki, hogy a kereskedelemben kapható nyersanyagokkal saját magad javítod majd a sárkányt, ha szükség lesz rá. Viszont tanácsadásra mindig lehet számítani. És persze léteznek amatőr sárkányépítők is, akik időnként eladják, amit készítettek. Az amatőrt itt nem úgy kell érteni, hogy kontár, hanem úgy, hogy műkedvelő, aki az építés öröméért dolgozik, és ha idővel eladja az eredményt, akkor azon nem nyerészkedni akar. Ezekkel a gondolatokkal felvértezve térjünk most vissza az eredeti kérdéshez. Milyen sárkányt válasszál magadnak? Ha nulla vagy kevés gyakorlati tapasztalattal még az első sárkányod vásárlása előtt nekiálltál tájékozódni és belém botlottál, akkor én egy belépő vagy inkább középszintű commerce modellt javaslok. A gagyit lehetőleg kerüld el, de csúcssárkányt elsőre csak akkor vegyél, ha tényleg nem számít a pénz, mert jó eséllyel tönkre fogod vágni gyakorlás közben. Viszont ha nagyon szeretnél spórolni, akkor is olyan sárkányt válasszál, amihez egy rendes zsinórszettet adnak, nem pedig karikás bóvlit. Ha ezt a videót nézed, akkor a legvalószínűbb, hogy már van valamennyi sárkányos tapasztalatod, feltehetőleg egy saját sárkányod is, és szeretnél tovább lépni. Ha vagy már olyan szinten, ha csak nagyon ritkán csapod földhöz a madarat,
és komolyan gondolod, hogy akrobatikát akarsz tanulni, akkor szállj rá annyit, amennyit csak megenged a családi kassa és a lelki ismereted. Egy profi pilóta gyengébb sárkánnyal is lélegzetel állító trükkökre képes, de a mutatványok begyakorlásához kezes, megbízható, jó minőségű sárkány kell. Hogy ezek közül melyiket válasszad, abban nem tudok beleszólni. Ha nincs lehetőséged kipróbálni egy-két modellt, akkor marad a netes tájékozódás. A vásárlás kapcsán felmerül két potenciális költségcsökkentő tényező. A vitorla és a váz anyagárát átgondolva sejthető, hogy minél nagyobb a sárkány, annál drágább lesz, hiszen annál többre van szükség hozzá ezekből a spéci anyagokból. Ezért vonzó lehet egy kisebb méretű sárkány, de kezdőként ennek ne dőlj be. Ezek a sárkányok nagyobb szelet igényelnek, ugyanakkor fürgébb mozgásúak, amellett kevésbé látod rajtuk, hogy pontosan mit csinálsz. Trükközni tanuláshoz minél nagyobb, optimálisan 220 cm körüli szárnyvesztávú sárkány a legalkalmasabb. 160 cm vesztáv alá semmiképpen ne menjél. Azt is sokfelé tanácsolják, hogy ha adott összeget tudsz sárkányra szánni, akkor inkább vegyél egy jobbat használtan, mint egy gyengébbet újonnan. A tanács persze szép és jó, alapvetően igaz is, de van vele két bökkenő. Először is ott a bizalom kérdése. Ha nem ismered személyesen az eladót, és nem volt alkalmat kipróbálni a sárkányt, mert csak az interneten üzengettetek egymásnak, akkor valamennyire lutri, hogy mit kapsz, és garancia persze nincsen. Ehhez azért mindjárt hozzáteszem, hogy a komoly sárkányokat általában sárkányrajongó emberek adják el, akik nem a másik sárkányrajongók árára akarnak megtollasodni, de azért veszteni sem akarnak. És itt jön be a másik probléma, az újszerű és megkímélt állapotú high-end sárkányokért az újkorival vetekedő árakat kérnek, és sokszor el is kelnek ennyiért. Használt sárkányt tehát akkor vegyél, ha alaposan megfontoltad. Hogy hol és hogyan lehet Magyarországon sárkányt venni, abban sajnos külföldön élve nem nagyon tudok segíteni. A netes vegyes kereskedések honlapjain főleg játéksárkányokat látok, bár megjelenik néha egy-egy tisztességes középszintű modell is, főleg a német Háko vagy az amerikai Prism cégtől. Ott van még a D-betűs óriás sportbolt is, aminek a drágább kétzsinóros sárkányai túlmennek a gagyi szintjén, tehát első sárkánynak megfelelhetnek. Az európai gyártók és forgalmazók webshopjaiból lehet Magyarországra is rendelni, bár a szállítási költség miatt ez talán csak akkor éri meg, ha többen álltok össze egy rendeléshez. Aztán előfordulnak időnként sárkányfesztiválok. Én ilyenen odahaza egyedül Szent Király szabadján voltam, ott is elég régen, és nem amatőr trükksárkányosként, hanem kisgyerekes szülőként. Ezért nem vagyok biztos benne, de gondolom, hogy a fesztiválokon van egy-két stand, ahol meg lehet venni egy jobb commerce sárkányt. És végezetül, ha hiszed, ha nem, Magyarországon is van legalább egy high-end sárkányokat készítő mester, akitől biztosan érdemes vásárolni annak, aki meg tudja fizetni. Ezzel a Szelekótya sárkánysúli sorozat végére értünk. Több mint egy év telt el azóta, hogy az első felvételeket készítettem hozzá, és több mint fél év azóta, hogy az első epizód megjelent. Bár lesz még miért visszanézni a csatornára, a sárkánysuliban mostanra elmondtam és megmutattam mindent, amiről úgy érzem, hogy érdemes tőlem megtanulni. Ha még nem láttátok, nézzétek meg a többi videót is, és persze ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. Aki pedig végignézte a sorozatot, annak köszönöm a kitartást, és sok sikert kívánok a továbbfejlődéshez az akrobatikus repülés útján, ahol én is csak a botladozó kezdeti lépéseket teszem. Útravalóul annyit szeretnék mondani, hogy a kétzsinóros sárkányozás azzal indul, hogy a sárkány fezesre húzza a zsinórokat és szilajparipaként száguldoz az égen. A trükkök világa viszont ott kezdődik, ahol a sárkány megtorpan a röptében, és ahol a zsinór elernyed, hogy a sárkány maga végezhesse el az általad kívánt mutatványt. Jó szelet!